Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit ugye megszavaztattam veletek, hogy legyenek kérdezfelelek vagy sem, és megszavaztátok, hogy legyen, úgyhogy most itt vagyunk a következő kérdezfelelek videómba. Természetesen amellett, hogy megkaptam a szokásos kérdéseket, hogy mikor van a születésnapom, együtt vagyunk-e még Bencével, fogok-e még lovagolni, emellett azért voltak érdekes kérdések is, és van egy, amit nagyon vártam, hogy feltegyetek nekem, mert így be is tudom nektek jelenteni azt a nagyon fontos dolgot, amit igazából hónapok óta szervezgetek. Úgyhogy kezdjünk is bele. Megpróbáltam tényleg olyan kérdéseket kiválogatni, ami érdekes lehet nektek is. És tudom, hogy nem mindenki szereti a lovas témát, viszont volt pár olyan kérdés, ami kifejezetten tetszett abból a témakörből is, úgyhogy onnan is válogattam be párat, és ezzel is kezdeném az első. Enjoyed Hollandián belül honnan vettétek? Nagyon tetszik a külleme és az ugró stílusa. Pont a napokban kérdezte meg tőlem egyébként Sanyi, hogy honnan is van pontosan Enjoy, mert ugye ő nem volt még kint akkor velünk, amikor vettük őket. Gőzöm nincs, hogy hogy kell mondani, de Helweg így írják a város nevét. Ide egyébként be fogom nektek majd tenni, hogy lássátok, hogy pontosan hol is van ez, vagy hogy is írják. És onnan van egy istállóból, annak is látjátok ugye a nevét. Rengeteg fantasztikus ló volt ott, miközben ugye néztük Enjoy-ékat, összesen 50 lovat néztünk meg, úgyhogy nagyon-nagyon sok csodálatos lovat láttunk. A következő kérdés, azt igazából nem emelnék ki egyet, mert nagyon sokan kérdeztétek, iszonyatosan sokan, hogy milyen táplálékkiegészítőket szed Enjoy, és erről csinálni is fogok egy highlightot az Instámon, mert egyszer ezt már elmondtam nektek, és oda be fogom tenni az összes olyan sztorit, amit ezzel kapcsolatban tettem ki. És nem bírom tovább húzni, úgyhogy a következő kérdés az az lesz, amit igazából én is nagyon-nagyon vártam. Rengetegen kérdeztétek meg, iszonyatosan sokan, hogy van-e saját kozmetikám, dolgozok-e kozmetikusként, tervezek-e szalont nyitni, és hasonló ilyen kérdések, és most elmondhatom nektek, hogy igen, dolgozok kozmetikusként, találtam egy csodálatos helyet, ahol fogok tudni dolgozni, 2 hetente 2-3 napot leszek, úgyhogy nem folyamatosan fogok dolgozni, csak így alkalmanként, ahogy az időm engedi. Viszont itt a lehetőség nektek, akik rengetegszer kérdezik tőlem, hogy lehet-e bejelentkezni és lehet-e jönni hozzám kezelésekre. Igen. A válaszom igen, lehet jönni. Leteszek a leírásba is egy e-mail címet, illetve ide ki is írom a képernyőre. Azt hiszem, hogy kozmetika.markorebeka vagy Rebeka Markó, valami ilyesmi e-mail címet csináltam neki. Neki, hát magamnak, a kozmetikának. És a bejelentkezés menete egész egyszerűen annyi lesz, hogy kell írj egy e-mailt erre az e-mail címre, hogy szeretnél jönni. Ott én el fogom neked küldeni az árlistát, és tudsz egyeztetni velem időpontot. Én fogom intézni az e-maileket, viszont csak a komoly e-mailekre fogok válaszolni azokra, akik tényleg szeretnének bejelentkezni. És az első alkalom, ezt említettem nektek múltkor a napi vlogomba, hogy nagyon-nagyon kevés időtök lesz, ugyanis 7-én és 8-án, most augusztus 7-én és 8-án már dolgozom, viszont egész nap leszek, tehát egészen korántól késő estig. Tudtok jönni sokan, lesz idő, bőven. Viszont az első kör az most lesz 7-én és 8-án, úgyhogy aki szeretne hozzám jönni, az írjon erre az e-mail címre, és be tudtok hozzám jelentkezni. Azt is kérdeztétek, hogy milyen termékekkel dolgozok, Alissa Beauty termékeket használok, és nagyon várlak titeket, annyira izgalmas, hogy végre tudok veletek találkozni, és eltöltünk együtt végül is egy órát biztosan, egy jó kis kezelést. Mindig, amikor tudom már, hogy mikor leszek ott az üzletben és fogok dolgozni, akkor azt valahogy vagy Instán, vagy itt be fogom nektek jelenteni, és akkor lesz lehetőségetek bejelentkezni. Nagyon sokféle szolgáltatást csinálok, úgyhogy tényleg, hogyha érdekel, akkor írjatok az e-mail címre. A következő kérdés az egy nagyon érdekes kérdés volt. Megkérdezte tőlem egy fiú, hogy a vágásba még van, amikor Bence besegít, vagy már teljesen önállóan csinálod. És nagyon büszkén jelenthetem ki, hogy mindent én csinálok a videóimmal. Tehát jó, a kitalálásban néha ötletelünk Bencével, de nagyja részt a saját ötleteim. Egyedül veszem fel a videókat, egyedül vágom meg a videókat az elejétől a végéig, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, igazából januártól teljesen egyedül csinálom az egészet. Karácsonyra kaptam ugye Bencétől egy laptopot, és onnantól még a december az azzal ment el, hogy gyakorolgattam, hogy mit, hogy is kell csinálni, meg hasonló dolgok, és nem mondom, hogy jól vágok,
mert közel sem, de fejlődtem, és folyamatosan fejlődök, és remélem, hogy ti is észreveszitek, úgyhogy igen, teljesen egyedül csinálom a dolgokat. A következő kérdés az megint egy olyan dolog, amit nem választok ki egyet. 10 millióan kérdeztétek meg, hogy lesz-e kisbabánk, és mikor szeretnénk kisbabát, és hasonló dolgok. Nekem ez egyáltalán nem kérdés, majd biztosan szeretnék, nem mondom, hogy most, de szeretnék kisbabát. Mindenképpen 3-at, ennyi kisbabát szeretnék, és azt is kérdeztétek nagyon sokan, hogy kislányt vagy kisfiút szeretnék először, és erre is határozott válaszom van egy okból. Kislányt szeretnék először, és nem azért, mert hogy mennyivel cukibb, mint egy kisfiú vagy akármi, hanem nálunk is úgy van, hogy én vagyok az idősebb, és egy öcsém van, és hát fantasztikus nővér voltam, úgyhogy szeretném, hogyha ez nálunk is majd így lehetne, hogy lesz egy nagylányom és egy kisfiam, és olyan tökéletesek lehetnének, mint mi. Nem, egyébként nyilván ezt ne vegyétek komolyan, de ezt is kérdeztétek nagyon sokan, hogy milyen a viszonyunk az öcsémmel. És szerintem mi fantasztikusan jó testvérek vagyunk, és egyébként édesanyja is ezt mondja mindig. A következő kérdés, volt egy olyan kérdés is, hogy milyen lovat ajánlok 135 cm-re, illetve hogy milyennek kell lennie egy jó ugrólónak, milyen fajtájúnak és hasonló ilyen dolgok. Na, és erre van egy nagyon megfoghatatlan válaszom, miszerint a jó lónak nincsen se színe, se neme, se fajtája. És az a baj, hogy ez teljesen igaz, tehát az nem létezik, hogy azt mondom, hogy a holland sportlovak a jó ugrólovak. Jó, azok is jók, viszont nem csak azok lehetnek, tehát tehetség az mindenhonnan kikerülhet, úgyhogy sajnos erre nem tudok konkrét választ adni. Kérdezzétek azt is, hogy hiszek-e a horoszkópban, és őszintén meg kell mondjam, hogy igen. Lehet, hogy hülyeség, de igen, hiszek benne. Viszont én egy kicsit érdekes téma vagyok, mert pont az oroszlán és a szűz határán születtem, a váltáskor hajnalban, és nagyon vegyes dolgok igazak rám, tehát egy kicsit oroszlán is vagyok, egy kicsit szűz is, úgyhogy fura összeállítás, de egyébként hiszek benne, mert nagyja részt rám igazak szoktak lenni az ilyen jobbfajta horoszkópok. Nagyon sokan kérdezitek, hogy szeretnénk-e kutyát, és milyen kutyát szeretnénk, és egyébként ezt elmondtam nektek is, hogy szeretnénk kutyát, és nekem igazából mindegy, hogy milyen fajta, tehát én mindenképpen örökbefogadni szeretnék, és folyamatosan nézegetem az örökbefogadós oldalakat, és folyamatosan találok cukibbnál cukibb kutyákat, viszont még nem érzem úgy, hogy el tudnánk látni 100%-osan egy kutyát, és nem arra gondolok, hogy nem tudnánk megetetni, hanem nem tudnánk vele annyit foglalkozni, amennyit egy kiskutya megérdemel, úgyhogy csak önzőségből nem fogunk most kiskutyát örökbe fogadni. Bence egyébként nagyon szeretne fajtiszta kutyát, de inkább úgy mondom, hogy neki vannak ilyen álomfajtái, amiket nagyon szeretne, és nyilván nekem is van, viszont a szívem azért jobban húz az örökbefogadás felé. Úgyhogy igazából ahogy úgy fogjuk érezni, hogy na most itt van az ideje, akkor jön a kutyus. Van itt egy olyan kérdés, hogy mi a kedvenc primerem, és tudom, hogy ez a kérdés azért érkezett, mert az előző videómban, az Elfesben beszéltem róla, hogy azért nem használtok primert, és nem szerettek primert használni, mert nem találtatok még jót. És ezt a véleményemet még mindig tartom, viszont a primer az nekem egy olyan dolog, hogy a drogériás primerek valahogy soha nem jöttek még be. Vagy hogyha igen, akkor igazából csak úgy jó volt, de kifejezetten jobbnak, a sminkemet nem éreztem tőle, és nekem a Bobbi Brown-os E-vitaminos primer iszonyatosan bejött, most is egyébként az van az arcomon, és én azt nagyon szeretem, iszonyatosan jó illata van, nagyon szépen rátapad a smink, és nem csúszik el sehova, úgyhogy nekem az nagyon bevált. A következő kérdés témakör igazából, miket szeretnél megvalósítani 5 éven belül? Rengetegen kérdeztek a Secrettel kapcsolatban, nagyon sokan írtatok nekem e-mailt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, mert tök jól esik, hogy fel tudtam kelteni az érdeklődéseteket ezzel a témakörrel kapcsolatban is. És az ilyen terveimről, vágyaimról igazából senkinek nem szoktam beszélni, tehát még egy csomó olyan dolog van, amit Bencének sem mondok el. Van a telefonomon egy lezárt jegyzet, amiben szépen én felírkálom az ilyen dolgaimat, és egyébként elmondanám, hogy a Secrettel, a varázslattal kapcsolatban a feladatokat is telefonon vagy MacBookon szoktam csinálni, szépen kis lezárt jegyzetbe beírkálom őket, úgyhogy nagyon sok rövid távú és hosszú távú tervem is van, viszont ezeket így konkrétan nem fogom nektek elmondani, de azt elmondhatom, hogy a kozmetika, amit most
az előbb elmondtam nektek, tehát az, hogy dolgozzak kozmetikusként, ez egyébként ott szerepelt a kis listámon, mert nagyon szeretem, és nagyon-nagyon régóta szerettem volna már így a szakmában dolgozni, úgyhogy igazából szépen lassan valósítjuk meg ezeket a kis terveket. Emellett kis apró dolgok is szerepelnek egyébként a listámon, videó ötletek, amit esetleg hónapok óta szerettem volna már megvalósítani. Ezek is folyamatosan érkezni fognak, mert azokból is már kihúztam egy párat. És egy utolsó kérdés gyorsan még itt bedobok nektek. Nagyon sokan kérdeztétek a múltkori sztorim miatt, hogy milyen étel allergiáim vannak, és elmondhatom nektek, hogy nagyon sok. Glutén, tejcukor, tejfehérje, tojásfehérje, úgyhogy nevetséges a helyzet. Viszont erről szeretnék nektek egy kicsit bővebb videót csinálni, úgyhogy ha ti szeretnétek, hogy legyen erről a videó, akkor itt léci szavazzátok meg. Úgy néz ki, hogy fejlemények vannak ezzel kapcsolatban is, és nagyon-nagyon szeretném nektek elmesélni. Úgyhogy ha érdekel titeket ez a téma, akkor tényleg szavazzátok meg, hogy legyen erről a videó. És ezt a kis kérdezfeleleket most le is zárnám, amit igazából szerettem volna, azt elmondtam nektek, a kozmetikát nagyon szerettem volna már bejelenteni, mert tényleg nagyon kevés időtök van rá. 7-én és 8-án fogok dolgozni, írjatok az e-mail címre, és azonnal válaszolok nektek, küldöm nektek az árlistát, és tudtok jönni hozzám kezelésre. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy nagy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és nyomjátok be a kis csengőikont, hogy ne maradjatok le, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, legyen nagyon szép napotok, a következő videóban találkozunk, sziasztok!